2021-ben jött egy olyan lehetőség, hogy egy struktúraváltás következett be a cégünk életébe, és Fehér főorvos úr fölajánlotta azt a területet, ami a rendelkezésére állt itt a Lédaházba, és mi adtuk ehhez a saját kialakult tevékenységünket, és létrehoztuk a Léda Medical Center Kft-t. Ebben a vállalkozásban fejlesztettük tovább a klinikát, immáron új néven Léda Medical Center magánklinika. 6 új rendelőt alakítottunk ki, a mellé kialakított komfortos, szociális és váróhelyiséggel. Próbáltunk egy olyan környezetet létrehozni, ami ezt a várakozással terhes időszakot kényelmesebbé teszi számukra. A kialakításnál fontos szempont volt, hogy az ellátó személyzet, mind az orvosok, mind az asszisztensek, mind a recepción dolgozó munkatársak olyan körülmények között dolgozhassanak, ami megfelelő komfortot teremt számukra. A korkövetelményének megfelelő energetikai szabványokat vettünk alapul, így mind a nyilászárók, mind a fűtés-hűtés technika korszerű 21. századi technológiával rendelkezik. Ezen kívül egy új betegelőjegyző információs pontot is elhelyeztünk a bejárat mellett, ami újdonságnak számít a városba. Ez az információs pont, ez nem csak betegelőjegyzésre, hanem gyakorlatilag a weblapon való böngészésre is alkalmas a betegek, páciensek számára. A klinikának a régebbi része is megvan még, mi működik ott? A fogorvosi tevékenység maradt a klinika régi egységébe, illetve a régi egységbe maradtak a lézer esztétikai gépek, illetve az orvosi lézer berendezések, hiszen 3 fajta lézer géppel rendelkezünk. Ez a sebészek számára használatos széndioxid lézer, illetve a bőrgyógyászok és az esztétikai kezelésekkel foglalkozó szakembereink által használt neodimiumjag és alexandrit lézergép. Mit tapasztalnak, milyen igény van a magánegészségügyi szolgáltatások iránt? Ezt lehet olvasni is a sajtóban, szakirodalomban, és egybevetően a mi tapasztalatainkkal évről évre fokozatosan növekszik az igény a magánegészségügy iránt. Ezeket az igényeket próbáljuk kielégíteni. Már eddig is 35 szakrendelésünk volt tapasztalt kollégák vezetésével, ezt az új szárny megnyitásával próbáljuk 5-re felemelni. Természetesen az igények megfelelően további bővülés is van lehetőség. Új profil a nőgyógyászat, urológia, pulmológia, gyermekpulmológia ellátás, nagy igény van rá. Ami egy fő profil, ez a mozgásszervi rehabilitációs ellátás, gyógymasszőrrel, gyógytornász, nagyon jó képzett szakemberekkel, fizioterápiás ellátások, ami egyedülálló, és nincs az Alegerszegen máshol, egy halászcentrum, halászszűrések, hallókészülék ellátás, és egy különleges Rinolight nevezetű allergiás fényterápia, amely gyógyszer használata nélkül terheseknek, gyermekeknek, a gyógyszert nem tolerálóknak is nagyon hatékony a szélonátás időszakban. A bővítéssel növekedett-e a létszám? Természetesen a bővítése együtt az alkalmazottak száma is növekedett. 5 új recepciós hölgyet sikerült alkalmaznunk, ők adminisztrációs és irányítási feladatokat látnak el. Az orvos kollégák nagy része részállásban dolgozik nálunk közreműködőként, mind az Alamegyei Kórházból, mind a Nagykanizsai Kórházból járnak hozzánk kollégák dolgozni, valaki nyugdíj mellett további munkát vállal. Akárhogyan is nézzük, ez a magánegészségügyi szolgáltatás mégiscsak egy vállalkozás. Mit jelent ez vállalkozásként, hogyan tudják ezt működtetni? Elsődlegesen mi orvosok vagyunk. Természetesen minden vállalkozás profitorientált, de mivel elsődleges célunk a gyógyítás és a betegek megtartása, a szolgáltatás színvonalánk növelése, ez nem elsődleges. Mindketten több mint 20 éven keresztül dolgoztunk már magánellátásban, ezzel párhuzamosan a kórházban, sőt mindketten osztályvezető orvosként látjuk mindkét rendszer előnyeit, hátrányait. Remélem a közeljövőben összefésülhető ez, és mindenki jobban fog járni, mind a szolgáltatók, mind a betegek.